Ciszka vagyok. Ebben a videóban szeretném nektek bemutatni a Naklomizo rágos ízesítésű dohányát. Maga ez a Naklomizo, ugyebár mint tudjátok, egy ilyen, a Naklának egy ilyen prémium kategóriás vonal, tehát kifejezetten de jó minőségű. Mint az alábbi videón is lehet látni, elég nedves és elég jól aprított is. Maga amúgy a csomagolását láthatjátok a videón, egy külső, amolyan tipikus napra, tehát van egy külső vékony nylonfólia, alatta egy, én igen, nekem tetszik ez a doboz, nagyon stílusosan van és szépen van díszítve, minden fontos információt tartalmaz, ugyebár a nikotin tartalma, hol is van, itt van, a nikotin tartalma az 0,5, tehát tipikusan ez a mégis meghagyta a napra ezt a tradicionális vonalnak azt a részét, hogy erősebb a dohány, tehát hogy nem mosott. Ez ugyebár egy 50 g-os kis csomagolás, ma már elég sok helyen lehet kapni, szinte minden komolyabb városi dohánytrafikba, tényleg most már elég jól elterjedt. Az ára, a zárjegy miatt igencsak változó, illetve elvileg fixek kéne lenni, de van, ahol még előfordulnak régebbi zárjegyes dobozok is, de olyan 1200 forint körül mozog az ára. Maga a nedvességét és az aprítottságát már említettem, de nézzük meg még egyszer. Tehát lehet látni, hogy bőven melasszos, én amikor már kibontottam, már akkor a kezemre folyt. És hát az aprítottsága a naklához képest jobb. Tehát a többi naklához képest jobb az aprítottsága szerintem. Úgyhogy én ezt az előnyére mondom ennek a mizó vonalnak. Mert a többi mizó íznél is ezt megfigyeltem. Maga az illata, az... hát amikor az ember beleszagol a dobozba, vagy frissen kibontja a belső fóliát, akkor túl tömény, tehát túlságosan tömény, és hogy igazándiból fejem vágja az embert. De úgy, hogy az ember egy, mondjuk egy kicsit be van csukva a doboz, tehát egy gyengébben próbálja szimatolni, úgy viszont nagyon kellemes és valóban rágós az illata, tehát tényleg a rágokra hasonlít, így konkrétan márkát nem tudnék említeni, inkább úgy az összes rágónak az íze és illata egybe. Úgy egy olyan keverék rágó illat. Maga az íze pedig, hát egy picit furcsa, hozzon rágósat, de az illatától eltérő, tehát egy picit, mintha másfajta rágós lenne az íze, mint az illata. De nagyon kellemes, most úgyis jön a jó idő, és a nagy melegben egy ilyen kellemesen mentes tömés fel tudja élénkíteni az ember, sőt a nyári kánikulás napokon igazándiból életmentő is lehet szerintem. És tényleg nagyon kellemesen mentes. És számomra furcsa, hogy tényleg hozza ezt a rágós, rágóknak ezt a laza mentás ízét. Igazából nem ilyen bivajerősre kell gondolni, mint azt hiszem a Brigiznek van az a nagyon erős mentő, most nem olyanra kell gondolni, inkább mint a régi Orbit rágókra hasonlít az íze, tehát inkább azokhoz áll közelebb, de nagyon kellemes ő is. Tehát aki nem szereti a nagyon erős mentát, annak ez a rágós mix még szerintem tetszhet, sőt, szerintem tetszeni is fog. Sőt, akik nem szeretik, úgy tényleg nem szeretik az erős mentát, azok még ezt a mentát használhatják keverésre is. Tehát görögdinnyével szokták még a mentát keverni, ahhoz is lehet érdemesebből tenni egy picit. Citromot szoktak gyakran hozzá keverni. Például a napla citromot nagyon jól lehet keverni ehhez a mizórágóhoz. Végre mind a kettő mizós és mind a kettő azonosan nedves, és teljesen jól össze lehet keverni őket. És
nagyon jó ízt ad, például tényleg a citrommal keverve, de mindennel lehet keverni igazániból. Ezek a mentás ízek azok, amiket tényleg szinte mindenhez lehet keverni. Csak észre kell. Mondjuk, mivel ez a rágós, ez nem olyan erős, így ebből lehet többet is tenni. Füstöt is nagyon szépen ad. Nagy tömör felhőket lehet vele fújni. Erre sem lehet panaszunk. Maga az, hogy meddig bírja, mivel ez egy melasszosabb, nedvesebb dohány, így igencsak jól bírja, tehát a többi hagyományos napra termékcsaládhoz képest másfélszer annyi ideig legalább bírja. Sima egyiptomi kerámiában bő egy órát kibír, közepes méretűnél. Medium funnelek esetében ez akár 2 óra is lehet, Vortex kerámiánál szintén. Mini funnelben egy olyan másfél óráig is, tehát 2 körszenet simán elbír. Maga az ízerőssége az nagyon jónak mondható, tényleg jól érezhető, jól kivehető, és nagy előnye ennek a prémium vonalas naplamárkának, vagy termékcsaládnak, hogy egyenletes az íz és folytonos. Tehát nincs az, hogy fél óra, 3-4 óra múlva elmegy az íze, hanem tényleg megtömi az ember, és ahogy mondtam az előző időintervallumokat, addig nagyon jó egyenletes és jó kivehető ízt ad. Arra érdemes figyelni, hogy zárjegyes dobozokat vásároljunk, mert azok már biztos, hogy frissek. És így úgymond, én azt mondom, hogy garantált a minőség, mert a napra nizóban én még nem igazán csalódtam. Tehát amit dobozokat vettem, azok mind hozták azt az elvárt szintet, amit én úgymond kitettem kritériumnak, minimumnak, így a mizókhoz. Maga amúgy a tesztet egy Namors jócsővel végeztem, ami ilyen Narbiscopia típus, egy Sahlar Mini Panel-lel és egy Nargill MP 450-nel, aminek kicseréltem a tárcáját, és kokobrikó szénnel. Összegzésben azt mondanám, hogy nekem ez a dohány igencsak tetszett. Én nyáron mindenféleképpen fogok venni. Már a teszt elkészítése előtt is, nekem ez már a 3. vagy a 4. dobozom, mert tényleg nagyon kellemes, és így önmagában csak így ez a mizó rágó megtömve kellemesen, a nyári meleg napokon beül az ember az árnyékban, vagy otthon kinyitja az ablakot, csinál egy kis szellőt is mellé. Ez a mizó rágó tényleg egy nagyon jó relaxálós dohány. Nem is mondanám olyan erősnek, annak ellenére, hogy nem mosott, tehát 0,5-ös a nikotin tartalma. Annak ellenére én ezt kezdőknek is ajánlanám, mert a bázométer az nem nagy. Tehát kicsit szédül csak be az embertől, de a beszédülés is csak akkor van, hogyha az ember túlzásba viszi, és így szívja, mint az őrült. Hogyha az ember kellemesen pipázgat, akkor igazán meg se fogja érezni. Mellé én jelen esetben limonádét iszok, és tényleg az ilyen nyári ilyen időkben egy kis limonádéval így nagyon jó tud lenni. Én nagyon megszerettem ezt a dohányt. 10-es skálán én adok neki személy szerint legalább egy 8 pontot, mert tényleg nagyon jó hozza azt az elvárt szintet, amit a mizótól elvárunk, és nagyon kellemes az íze. Szerintem nagyon jól eltalálták ezt az ízt. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, további hasonló tesztvideókat találtok a vizipipafan.com és a vizipipablog.com oldalon. Hogyha szeretnétek feliratkozni a YouTube csatornámra és folyamatosan figyelemmel követni az új hasonló videókat, akkor az alábbi kis feliraton megtehetitek. Csak rá kell kattintani. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, sziasztok!